Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesét olvasni. Fekete István, karácsonykor. Részlet. Odakünt hunyorogva leselkedik az est. A zene szétszállt már a lakásokban, és mintha elhallgatott volna, pedig némán szól tovább, mint ahogy mindig is szól, a múlt alkonyodó utcájában, a jelen gyantás fenyőillatában is szól, majd a jövő ragyogásában is. Mert a szeretet és békesség muzsikája, összekötve időt és embereket, el nem hallgat soha. Felzendül ugyanaz a dal, ugyanaz a muzsika szó, mintha más nem is lenne a világon. Pedig a remény karácsonyi csillogásában, a kis gyertyák elbűvölt gyermek szemében, szépség és jóság kitárult várakozásában, más mond és ígér mindenkinek. A gyermekeknek csodás álmokat a karácsonyfa soha el nem múló bőségéről, a szülők jóságáról, a játékok titokzatos életéről, amely ezen az estén csupa karácsonynak látszik, és nyilvánvalóan végtelen. De a család a mai estén felülről nézi gyermekeit, mint ahogy máshol nem itt nézhetné. Hiszen azok a padlón igazgatják a vasutat, azzal a hittel és komolysággal, ami a felnőttektől már régen lekopott. És meg is mondják véleményüket a ténfergő nagylánynak, aki álmatak boldogságában, majd eltapossa az egész vasúti igazgatóságot. De ez sem csoda, mert a lány a táruló tervek és álmok szabadságának ege alatt jön meg. Egyik kezében még babáját tartva, de a másikat már ölelésre készen valaki felé, aki vagy van, vagy nincs több a világon. És mivel két egyforma ember nincs is a világon, ez a vágy teljesülni is fog. Igen, ez így lesz, mert szól a távoli dal, és egészen ezen az estén minden lehetséges. A csillagok enyhült szemmel nézik a földi utakat, ahol szánkók csiringelnek hazafelé, és fényes ablakszemek nevetik a sötétséget, amelyben betlehemes legénykék táncos bottya zörög. A suba a földet éri, de a karácsonyi rigmust álmukban is tudják, és ehhez mért biztonsággal simogatják meg kenderkót szakálukat, mielőtt erélyesen megveregetnék az ajtót. Szabad-e Betlehemet köszönteni? Hát persze, hogy szabad, hiszen ezen az estén mindent szabad, ami dal, ritmus, simogató mese, vers és álom, képzelet és alkotó szertelenség, mert megfoghatatlanul zeng a béke eljövendő valóságának örök hárfája, oktatva a nehéz fejű öregeket, fékezve a szertelen fiatalokat, békítve ezt a sok szándékú nagy családot, hogy legalább ilyenkor tegyék ki a bicskát az asztalra, és tegyenek a zsebbe diót helyette, amiből természetesen aranydió lesz. Mert ilyenkor csak is aranydiók teremnek a jó szándék karácsonyfáján, hiszen felfelzendül a karácsonyi muzsika, és ilyenkor minden lehetséges. A fogyó hold ezen az estén szokatlanul világos, mintha látni akarná a földi dolgokat, amelyek a mesék jóságos takarója alatt születnek, és látni akarná képekbe és szobrokba álmodott embereket, akik ezen az estén kilépnek a képekből, és meg-megmozdulnak a szobrokban kíváncsian, hogy amióta megalkotta őket a művészi alkotás láza, történt-e valami újdonság a világban. Véleményükről sajnos nem lehet semmit megtudni, mert a hold csekély felcsóválás után otthagyja a várvonogató szobrokat, mert a hazatérő betlehemeseknek kell megmutatni az utat. Azután újra az ablakokban leskelődik be, ahol nem égnek már a karácsonyfák gyertyái, alusznak a gyerekek, és az anyák a játékokat rakják rendbe a karácsonyiak alatt. A forró kályha mellett a karosszékben nagypapa alszik, vadonatbárány bőrmelényében. Az asztalnál a nagyfiú regényt olvas. Az apa pedig valamit számol egy iskolai füzetben. Te Béla, szólal meg később az apa, nézd meg ezt a betyár egyenletet, nem bírok vele. A fiú komolyan maga elé húzza a füzetet, az anya mosolyogva is büszkén nézi a fiát, aki egyetemista, és urát, aki harmadikos gimnazista. Közben bejön a nagy lány egy kis gramofonnal és hanglemezekkel. Nagy papa alszik? Kérdi abban a reménységben, hogy a hangos kérdésre talán felébred a nagypapa. De nem ébred fel. És a lány olyan tanástalanul néz körül, hogy a bátyja megszánja. Gyere a másik szobába, onnét nem hallatszik át. Megszólalt a távoli harc zene, a hold benéz az ablakon, de nem mondja meg, hogy ez még csak álom,
vágy, a reménykedő emberiség könyörgése, hogy a gondolatokban és tettekben mindig ilyen karácsony esti béke legyen a világon. Én ezzel a részlettel kívánok nektek kellemes készülődést és nagyon-nagyon boldog ünnepeket.